Nyíregyháza egyik kedvelt lakótelepének központi parkja ezzel a mászókával egészült ki. A három tornyos játszóvár 12 stabil lábon áll, és több mint 50 függőleges korlátdeszka gondoskodik a gyerekek biztonságáról. Három lépcsőfok vezet a csúszdához egyik és másik oldalon. A mintegy 30 millió forintos projekt azonban nem csak ezt a mászótornyot tartalmazta. Ugyanilyen nagyon szép háromtornyú vár csúszdával épült a Oroson az Élet utcai óvodánál, azon kívül a Nyíregyháza még két fontos beruházást végzett. Az egyik a Géza utcai játszótér mellett, szintén egy filagória, padokkal, lőhelyekkel, valamint a Korányi a tavaly vagy tavaly előtt átadott kosárlabda pálya mellett, úgyhogy négy olyan fontos szabadtéri közösségi tér fejlődött ezzel a társadalmi felajánlással, ami nagyon látogatott, és én remélem, hogy örülni fog neki mindenki. A Nyíregyháza minden évben közjóléti beruházásokat hajt végre Nyíregyháza és Debrecen vonzás körzetében. Ennek célja, hogy a helyben megtermelt javakból a helyi embereknek adjanak vissza valami hasznosat. 2010 óta rendszeresen visszatérünk közjóléti fejlesztéssel, azért is jó helyszín itt a Robinson-domb, hiszen itt pár évvel ezelőtt a fásításban vettünk részt, amit a polgármester kezdeményezett, az idén ez a játszótér kiegészítés, de természetesen a város több pontján is szeretnénk majd ezeket folytatni. A most átadott játszóvár alapanyaga fa, ami nem csak szép, de tartós is, ráadásul újra termelhető, fenntartható gazdálkodásból származik. A gyerekek már ezen a kibővített játszótéren kezdhetik meg a nyári szünetet.